azzal a csapattal, amely fantasztikus munkát végzett az elmúlt években, azzal a csapattal, akik fölépítették ezt az arénát. Köszöntsük őket, és köszöntsük ennek a csapatnak a kapitányát, Füries Balázst, aki irányította a tervezést és az építkezést. Balázs, milyen volt ez a csapat? Hát Gundi, ez egy nagyon nagy csapat volt, és nagyon sok poszton kellett benne játszani. Az építkezés több mint 15 ezer magyar embernek adott munkát, és több mint 15 ezer magyar család megélhetését segítette. Ebben természetesen benne van mindenki a 15 ezeres számban, benne van az alpinista, benne van az ács, benne van a villanyszerelő, benne van a kőműves, benne van az építész, benne van a mérnök, benne van a gyepmester. Ezért nem vagyok itt most egyedül, mind a 15 ezeren nem lehetünk itt, de itt van velem Váger Viki, aki alpinista, ott fent dolgozott 50 méter magasan, és itt van velünk Bálint Béla, ács, bocsánat, vezér ács, Székelyföldről, Alsó-Sófalváról. Ez egy tényleg nagyon nagy csapat volt. Ebben a csapatban jöttünk mindenhonnan. Jöttünk Budapestről, vidékről, faluról, városról, a határon túlról. Nagyon sokan voltak itt Székelyföldről, Kárpátaljáról, a Felvidékről. Tényleg csapatmunka volt. Hát én akkor Bélához is fordulok. Kemény munka volt? Igen, kemény munka volt és szép munka volt. Az unokáimnak is azt fogom mesélni, hogy annak idején nagyapátok építette fel a puskás. Nagy bajba lettek volna Pesten a székelyek nélkül. De nagy bajban lettünk volna az ipari alpinisták nélkül.